Sziasztok, köszöntünk benneteket, akik adásban vagytok. Reméljük, hogy mi is bent vagyunk az adásban. Így van? Reméljük, hogy bent vagyunk. Ezt egy olyan technikával élünk, ahol nem tudom megerősíteni, hogy bent vagyunk. Hinnem kell, hogy bent vagyunk, de Isten hozott mindannyiunkat. Nagyon-nagyon örülünk, hogy összejöhettünk. Isten hozott mindannyiunkat, akik itt vagyunk, és miközben ti a dalokat hallhattátok, és a dalokon keresztül imádhattátok az Urat, aközben mi töltöttünk egy kis időt így imádságban, és hálaadásban, hogy újból együtt lehetünk. Úgyhogy mielőtt még így a bevezető és az üzenet következik, hagyd mondjak pár dolgot, legalábbis amit tudok mondani, ameddig a szemem ellát, ami nem túl hosszú, vagy nem túl messze, nem túl sok, de hagyd mondjak azért pár dolgot, jó? Először is, hogy ez egy mérhetetlen kiváltság így együtt lenni, és azt gondolom, hogy már annyit böjtöltünk, hogy Isten megmutatja ezen keresztül így az értékét, egyszerűen csak az együttlétünknek és az ünneplésünknek. És csak ez van a szívemben, hogy így, ahogy összejövünk, együtt vagyunk, minden alkalommal az egy ünneplés. Mert gondoljunk bele, hogy az atya ünnepelte a tékozló fiút, ahogy hazajött. Mi ünnepeljük a mi atyánkat, az atyánk ünnepel bennünket, mert meg vagyunk találva. Ünnepeljük az üdvösséget, ami a Krisztusban adatott nekünk. És aztán ünnepeljük a közösséget, és azt, hogy mi Isten családja vagyunk. Tehát olyan sok mindent ünneplünk és ünnepelünk együtt, és a vasárnapi alkalmak az csak ünnep. Oké, gondolj úgy, mint amikor mész egy szülinapra. Így van, valakinek van egy szülinapja, és most lesz 10 éves, vagy 18 éves, vagy teljesen mindegy, hány éves, 60 éves. És van egy különlegesség e felől. Ugyanígy itt végtelenül hatalmasabb dolgokat ünneplünk együtt, és ez egy megnyilvánulása a megváltásunk valóságának. Úgyhogy Isten családja vagyunk. Úgyhogy az én elmémben a képe, hogy így összejövünk vasárnaponként, az az, hogy jövünk, de nem beesünk. Oké? Most lehetőségünk van állítani ezeken így az elménkben, mert végül is teljesen új utakon járunk. Nem volt ilyen Isten tiszteletünk már rég. De nem beesünk, hanem mi lenne, ha azt mondanánk, hogy egy héten egyszer ünneplünk így, és jövünk egy fél órával előtte, jövünk egy 20 perccel előtte, gyere négyre, jöjjünk négyre, jöjjünk 4:10, és már indulhat a közösség. Ez is már az Isten tisztelet része. Oké? És aztán együtt dicsérjük Istent, és hallgatjuk Isten igét, és utána maradunk közösségre, és oda szállhatjuk azt az estét, oda szállhatjuk ezt az alkalmat. Azért, mert ez az ünnep, ahogy együtt vagyunk, és Isten köztünk van. Oké? És találkozások vannak, így van ezen az ünnepen. Találkozás ővele. Találkozás az Úrral, az Úr Jézus Krisztussal. És ez a vágyunk, hogy találkozás. Isten ments, hogy ne legyen találkozás. Isten ments, hogy az egész természeti dologról szóljon, hogy mondjuk Józsi jó kávét főz. Így van? Vagy a Coca-Cola itt jobb, mint máshol. Így van? Isten ments, hanem azt a természet fölötti találkozást, és azt a természet fölötti találkozás egymással is. És ez is része ennek
az ünnepnek. Úgyhogy ez a mi gyülekezetünk, és Isten felhatalmazott bennünket, hogy éljünk, mozogjunk, ússzunk ebbe, és építsük egymást, és egyszerűen csak ünnepeljünk. Oké, úgyhogy jövő héten már gyerekmegőrzés is lesz, tudtok így gondolkodni, gyerekesek, és aztán utána, hogy majd gyerekszolgált is indul, fogunk erről beszélni. Most itt vagyunk az ABT teremben, de a cél az, hogy fent legyünk, csak most bérlik van bérlés az épületbe, úgyhogy hamarosan fent leszünk, ez a célunk a nagy terembe. Meg hát most szeretnénk kirándulásokat, most már tényleg reméljük, hogy itt a tavasz. Szeretnénk szabad téri alkalmakat is, úgyhogy Isten hozott bennünket így az ilyenfajta újranyitásunkban, ahogy együtt vagyunk. És az én vágyam az, hogy Isten rakja a dolgokat össze, jó? Tehát próbálok azzal a szívvel állni hozzá, hogy hátra látni két lépést, és akarom látni, hogy Isten mit tesz köztünk, bennünk, egymáson keresztül, és hogy Isten hogy rak dolgokat, és ezeket felismerhetjük, hogy Isten köztünk van. Isten köztünk van. Megszólít, hív, épít, bátorít, táplál, és egymáson keresztül szolgál. Isten köztünk van. Oké, Józsi, úgyhogy gyere, oszd meg velünk így az igéből. Gyere. Ezt fogjam. Jaj, mennyi minden van. No. Ja, azt vegyem le. Oké. Okay. Szevasztok. Azta. Ez igen. Jó. Gyertek ide ki egy kicsit. Nagyon jó látvány. Köszönöm. Annyira jó így találkozni egymással. Hihetetlen. És így szemüvegben még jobb. Elképesztőek vagytok, tényleg. Egyébként így nézzetek egymásra, gyönyörűek vagytok. Komolyan, nézzetek egymásra, mert gyönyörű színekben pompáztok. De komolyan, mindannyian, egytől egyig. Elképesztő. Szeretnék fölolvasni nektek egy igerészt. Azt mondja a Zsoltáros a 8. Zsoltárban, az 5. vers. Micsoda a halandó, mondom, hogy törődsz vele, és az ember fia, hogy gondod van rá. Mennyi, atyám, csak áld meg ezt a pár gondolatot, és tényleg tőled akarunk hallani. Senki mástól. Te érints meg most szíveket, Uram. Jó. Mellett töltjük, és valóban, ahogy Csaba is mondta, hogy ünnepelünk veled együtt, Jézus. Te nevedben. Ámen. Azt mondja ez a Zsoltáros, hogy micsoda az ember, hogy gondod van rá. És manapság azért a világban, ami folyik, nagyon könnyű elveszteni így a fókuszt. Annyira könnyű elbizonytalanodni, annyira könnyű csak így a problémákra nézni, meg ami van, ami folyik körülöttünk. Ez most, hát most ez a sláger sajnos, ilyen világban élünk. Hogy minden azt kívánja, hogy így elvegye a figyelmünket, a fókuszunkat dolgokról. Arról, hogy kik vagyunk mi, ugye? Ezt kell, hogy firtassuk. Hogy kik vagyunk mi, mert egyszerűen csak elveszítjük ezt a fókuszt. Rengeteg betegség van, rengeteg halál, rengeteg dolog, ami most megtörténik körülöttünk. És ez mind azt hivatta, hogy a jó dolgokat ne vegyem észre,
Ez mind azt hivatja, hogy egyszerűen az értékeket ne lássam meg saját magamba és a testvéreimbe. Ugye? Ez annyira könnyű most ilyen módon elveszíteni. És aztán van egy történet, amit szeretnék veletek megosztani. Ez a története a préri tyúkról szól, aki talál egy tojást. Aztán fogja, ráül, és kikölti. Ez a préri tyúk tudtán kívül valójában egy sas tojásra ült, és egy sasmadár kelt ki belőle. És aztán ez a sasmadár, ugye, hát a madaraknak a csúcsa, egy gyönyörű, aki állandóan csak száll, repdes, és a felhőkben, de az a tyúk, a préri tyúk, meg csak egy egyszerű tyúk. A szemétdobon kapirgál, csipegeti a szemetet, semmi különleges sincs az életében. Aztán ez a sas, hát természetesen, mivel ott nőtt föl közöttük, ő is úgy élt, mint egy préri tyúk. Teljesen felvette ezt az életet. Ő is ugyanúgy kapirgált a szemétdombon, csipegette a kis szemetet, és élt egy préri tyúk életet. Egy nap aztán fölnézett az égre, és egy fehér fejű, gyönyörű sas repült el az égen. Gyönyörködött benne, és azt mondta a szüleinek így, anya, apa, mi kívül? Kicsoda, csak úgy vágyakozott afelé, a sas felé. És a szülők azt mondták, hát, tudod, ő egy sas, de belőled soha nem lesz sas, mert hát te csak egy préri tyúk vagy. Hát a sas elkeseredett magában, a szívében vágyakozott oda, de valójában úgy volt vele, hogy úgy élte az életét, mint egy préri tyúk. És aztán telt múlt az idő, és az élete végéig abban a tudatban kellett élnie, hogy ő csak egy egyszerű préri tyúk. És így élt el az életét. Egy kicsit néha úgy érzem magam, mint ez a sas. Olyan az én életem néha, mint ez a sasé, most nem rólatok beszélek, csak magamról természetesen, hogy egyszerűen csak nem veszem észre azt, hogy arra születtem, hogy repüljek. Én valójában arra születtem, hogy repüljek. És azt mondom, hogy ti is mind arra születtünk, hogy mi repüljünk. Azt mondja ez a Zsoltáros, tovább olvasom, vagy egy kicsit vissza is olvasok belőle, azt mondja, hogy a negyedik verstől, ha látom az eget, kezed alkotását, a holdat és a csillagokat, amelyeket ráhelyeztél, micsoda a halandó ember, mondom, hogy törődsz vele, és az ember fia, hogy gondod van rá. Kevéssel tetted őt kisebbé Istennél, dicsőséggel és méltósággal koronáztad meg. Úrrá tetted kezed alkotásain, mindent a lába alá vetettél. Hogy, ha ezeket a verseket csak elkezdenénk, ezeket a gondolatokat egyenként boncolgatni, hogy Isten mit mond rólunk, hogy kivétett minket, titeket, egyszerűen órákat és éveket és évtizedeket tölthetnénk csak ezekkel a gondolatokkal. Mennyire fontos megismerni önmagunkat. Mennyire fontos megismerni azt, hogy én kicsoda vagyok Krisztusba. Hogy ennek a jelentősége. És azt mondja az írás, azt mondja, hogy szeresd önmagad. Ugye? Azt mondja, hogy szeresd önmagad, hogy szereshess másokat is. Hogy csak így fogom tudni továbbadni mindazt, hogy Istennek a szeretetét, ha én önmagamat el tudom végre fogadni. Ez mennyire fontos, igaz? És milyen csodálatos gondolat, mert Jézus Krisztus, ő nekünk adott mindent. Nekünk adott mindent. Eljutunk addig arra a pontra, hogy megismerem önmagamat Krisztusban, az önmagába ad egy elégedettséget az életembe. Merem majd élvezni azt, amiben élek, a pillanatot. Merem élvezni
azt a pici dolgot, amiben benne vagyok, teljesen mindegy, hogy mi az. De ez csodálatos, ez annyira jó. Én szeretem ezeket a gondolatokat. És aztán van még egy történetem, ez egy videó, amiben a szimbakok kapnak egy szemüveget. Annyira megérint ez a videó, csak rá gondolok, és borsozik a hátam, mert ezek az emberek soha életükben nem láttak még színt. Értitek? És aztán kap egy szemüveget, amit fölvesz, és azt mondja, hogy wow, azt mondja, soha nem láttam még ilyen szépet. Soha nem láttam még ezeket a színeket. És sírva fakadnak, és sírnak. És tudjátok, van nekünk is egy ilyen szemüvegünk. Nekem az én szemüvegem az Jézus Krisztus. És amikor Jézus Krisztuson keresztül nézem a testvéreimet, akkor pontosan ezeket a gyönyörű színeket látom. Megújulva, vadonatújon láthatom az én testvéreimet. Itt van az elégedettség, mert tudom, ki vagyok Krisztusban, és aztán fölveszem a szemüvegem, és innentől kezdve így látom az én testvéreimet. Krisztusban, olyan gyönyörűek vagytok, de tényleg minden túlzás nélkül, csak így újongva, így gondolkodom erről, hogy gyönyörűek vagyunk, színesek, elképesztőek. Erre a látásmódra van szükségünk, Krisztusra, hogy szeressük magunkat, és aztán szeressük egymást ebben. Szívem szerint most énekelnék egyet. De inkább imádkozom csak, és hálát tudok az Úrnak azért, hogy van egy Krisztusunk, és hogy benne láthatjuk egymást ilyen módon. Jézus Krisztus, köszönjük neked ezt. Tényleg nagyon-nagyon fontos vagy számunkra. És köszönjük, hogy minket tényleg arra teremtettél, hogy repüljünk, hogy szárnyaljunk, hogy uralkodjunk a te alkotásaidon, hogy az uralmunk alá hajtsuk az eget, a földet és mindent. Nem arra, hogy egymáson uralkodjunk, hanem mindazon, amit te adtál nekünk ezen a földön. Köszönjük Jézus Krisztus, hogy benned gondolkodhatunk, hogy veled gondolkodhatunk, hogy ez a mi gyülekezetünk, és ez csodálatos, és így nézhetünk egymásra. Te benned, Jézus Krisztus. Senkit nem akarunk másként ismerni, csak úgy, ahogy te ismersz minket. Egyedül, ahogy te ismersz minket. Krisztusom, add ránk ezt a szemüveget, hadd lássuk így egymást. Te benned, Krisztusom, a te drága szent nevedben. Amen. Wow! Hány utokhoz szólt így ez az üzenet, amit a Józsi mondott? Ez nagyon-nagyon-nagyon bátorító volt. Nem akarom megismételni, de nagyon így a megelégedettség, ami abból fakad, hogy tudjuk, hogy kik vagyunk, és az a megelégedettség, ami abból fakad, hogy Isten szeretetén keresztül látunk másokat, egymást. Köszönjük. Na, hát szeretnénk, és legszívesebben közelebb mennék, hogy jobban együtt legyünk, de itt vagyok a kamera miatt, de szeretnénk folytatni a múlt héten elkezdett, vagy kapcsolódni a múlt héten elkezdett üzenethez. Így Isten sokféle kegyelméről volt szó, és csak egy nagyon pici ismétlésképpen, talán emlékeztek, hogy felolvastuk 1 Péter 4:10-et,
ami arról beszél, hogy Isten sokféle vagy sokszínű kegyelmének a jó sáfárai vagyunk. És hogy a görög szó, amit ott használ, az a poikilos, ami azt jelenti, hogy sokféle, sokszínű. És hogy Istennek a kegyelme az sokszínű, és aztán szó volt arról 1 Péter 1:6-ban, hogy a kihívások, vagy a próbatételek is sokfélék, vagy sokszínűek. És aztán Jakab 1:2-ben is, hogy a kísértések, vagy a próbák is sokszínűek. És beszéltünk erről, hogy Istennek minden próbára, kísértésre, kihívásra van egy hozzá társított kegyelme így az életünk számára. Aztán szó volt arról is, hogy a kegyelem az végső soron egy személy, Jézus Krisztus. És hogy tehát nem egy dolog, hanem egy személy végső soron. És hogy mi a Krisztusban vagyunk, így kegyelemben vagyunk. Efézus 1:6 arról beszél, hogy mi belettünk fogadva a kegyelembe, vagy kegyelembe lettünk fogadva. Hogy Isten meg nem érdemelt jó indulata vesz körbe bennünket, vagy 103. Zsoltár azt mondja, hogy kegyelemmel és irgalommal koronáz meg bennünket. Mikor Dávid számlálja az áldásokat, akkor ez az egyik, hogy kegyelemmel és irgalommal koronáztál meg engem. Hogy van egy koronánk. Van egy koronád, van egy fejdíszed. Ismétek ezt a dalt, így van? Ha Józsi nem éneket, majd én fogok. Oké? Okay? és ez a dal, ez azt mondja, hogy ékesség díszít, hamu helyett. Így van, ez az ékesség, ez egy fejdísz. Ez egy fejdísz volt. És aztán békesség árad. Jézus hozta el. Tehát ez a megváltásnak a valósága, a teljessége. Ez számunkra 24/7-ben mindig rendelkezik, mindig ott van és árad. Ez a békesség, és díszít ez az ékesség hamu helyett. Van a hamu, mit jelképez? A hamu gyászt jelképez. Elmúlás jelképez. Szomorúságot, szívnek a fájdalmát jelképezi. De mi fel vagyunk kenve kegyelemmel, kegyelembe vagyunk fogadva, meg vagyunk koronázva vele, be vagyunk fogadva a kegyelembe, ékesség díszít. Mint a tékozló fiú, nem? Úgy értem, tehát mindent elszúrt. Mindent. Tehát nem nagyon tudsz mondani egy jó dolgot is, amit tett volna. És amikor visszajön az atyához, akkor mi az első szava az atyának? Hozzátok elő. Hajrá, hajrá! A legszebb ruhát. A legszebb ruhát. És ez egy különleges ünnepi öltözet. Nem egy szürke hétköz, a legszebb ruhát. Van, húzzatok sarut a lábára, gyűrűt az ujjára, és vágjátok le a hízott tulkot. Ja, a határozott névelő. Egy bizonyos tulok. Valószínűleg azt, amit az atya szülinapjára tettek félre, és most aznak az ünneplésére vágják le, aki botozást érdemel, szégyent érdemel, hamut érdemel, megszégyenítést érdemel. De a kegyelem mindent megváltoztat. És most nem a tékozló fiúról beszélünk, megvan, hanem rólunk beszélünk, a megváltásról beszélünk, a kegyelem valóságáról beszélünk. Mindent megváltoztat. És aztán
emlékeztek, talán így a Méfibosét történetéről is szó volt 2 Sámuel 9-ből, hogy az ő életében is, csak úgy, hogy a tékozló fiú életében, egy 100 másodperc alatt minden megváltozott. Az egyik pillanatban még Saul, az átkozott Saulnak az unokája volt, aki, ha megtalálnak, akkor a halál fia kell, hogy legyen. Lódebárban lakik, azóta is keresem a térképen, de nem találom. Mákírnak a házánál. Mind a két lábára sánta, az el se tudja látni önmagát. Beszéltünk egy jobb képről így, arról a romlottságról, a bűnnel való teljességről, ahova az emberiség eljutott, Ádám vétke miatt, az emberi család, és aztán egy másodperc alatt, és ezek vagyunk mi, az emberi családnak, az emberiség családjának, azon tagjai, akiket megtalált a kegyelem. Megtalált. És egy 100 másodperc alatt ott vagyunk, és visszakap Méfibosét mindent, ami a Saul birtoka volt, földbirtoka. Úgy értem, az nem volt kevés, ami a királynak a földbirtoka volt. Megkapja, és a szolgákat, akiknek mindezt meg kellett művelni, és be kellett hoznia a terményt. És egy másodperc alatt az, hogy mostantól fogva a király asztalánál fog szülni. Mint egy királyfi, és 4-szer van benne, hogy a király asztalánál ülni, mint egy királyfi. Így az utolsó vers. Méfibosét Jeruzsálemben lakott, mert mindig a király asztalánál ült, és mind a két lábára sánta volt. Értem, a kegyelem valósága. És csak szeretnénk egy picit tovább menni, és beszélni így először a megváltó kegyelemről. És tudom, hogy nem ismeretlen számotokra. Jó ideje vagyok már ebben a gyülekezetben, újfent, egészen augusztus vége óta. Azt látom, hogy nagyon-nagyon sok minden nem ismeretlen, sőt, azt látom, hogy itt olyan komoly bibliai ismeretek vannak a gyülekezetben, hogy sokszor azt gondolom, hogy legjobb lenne nekem leülnöm és hallgatnom. De ami lehetséges sokszor az az, hogy valamit tudunk, de nem élünk meg. 1, 2. Valamit tudunk, de nem igazán tudunk nagyra értékelni. Nem igazán tudunk ünnepelni. Nem igazán nyílt rá a szemünk, és ez mindannyiunkkal így van. És a megváltó kegyelem az mindenképpen ilyen. A kegyelem, és ez az egyik színe, a megváltó kegyelem. Efézus 2, 8 és 9 azt mondja, hogy mert kegyelemből nyertetek üdvösséget. Hit által, és ez nem tőletek van, Isten ajándéka ez. Na most, vagytok itt jó néhányan, akik csukott szemmel hajnal 2-kor berontanánk, így van a kommandónkkal, és felrángatnánk, felébresztenénk, és Efézus 2, 8 és 9, most mondd el! Mert kegyelemből van üdvösségünk, hit által, tudod, nem cselekedet, Isten ajándéka ez, tudod, nem cselekedetekből senki, senki se kérkedjen. Lehet, hogy el tudod egy pillanat alatt mondani ezt. De belegondoltál már abba, hogy ez egy szédületes, dolog. Kegyelemből nyertetek üdvösséget hit által.
Ez nem tőletek van, Isten ajándéka. Egyetem, menj el bármilyen vallásba. Bármilyen vallásba. Nagy vallásba, kis vallásba, törzsi vallásba, világvallásba. Nem találsz ehhez semmit, ami ennek az egy ezredét adná, vagy bármilyen biztonságot, vagy bizonyosságot adna, hanem csak remélhetjük. Remélhetjük azokban a vallásokban, hogy egyszer majd talán van üdvösség, van megváltás. Az, hogy kegyelem, és hogy kegyelemből mindez, csak nem ilyen nincsen. És számunkra az Úr Jézus Krisztus által, és ez csak egy ámulatos dolog lesz a menny felől, hogy ennek folyamatosan tudatában leszünk, és frissen, hogy most nem is értjük, hogy mit jelent az, hogy meghalt értünk, de ott leszünk a mennyben, és már most gyakorlatozunk erre, hogy folyamatosan nagyra értékeljük azt, az üdvösséget, amely megvan egy másodperc alatt. Egy másodperc alatt. Az üdvösséget. Ugye a Latornak a példája van így a szemem előtt, ahogy ott van az Úr Jézus a kereszten, a két oldalán két rablógyilkos. Van-e csodálatosabb illusztráció, valós életbeli illusztráció a megváltó kegyelemre? Mint itt van egy olyan ember, aki soha semmit nem adott hozzá. Ugye, te egy rablógyilkos. Mind a ketten szidalmazzák Jézus Máté evangéliumába. De aztán az egyik meggondolja magát, és rászól a másikra, hogy mi méltán vagyunk itt a kereszten, de ő semmi rosszat nem tett, mondja Jézusra. És Jézushoz fordul, emlékezz meg rólam, amikor eljössz a királyságodban. És jön a válasz, még ma velem leszel a paradicsomban. El tudod képzelni, hogy értem, ez a Lator, aki az egész életét úgy élte, hogy eltékozolt mindent, amit Isten adott neki, másokat tönkretett, másokat kirabolt, mások, úgy értem, amilyen módon csak tudta, eltékozolt minden kincset, amit Isten adott neki. És az egészet itt borzalmasan élte. És a halála pillanatában, a paradicsomban, ott fog állni a sorfal, ott áll a sorfal, ott áll a vörös szőnyeg. És Jézussal együtt, még ma velem leszel a paradicsomban, nem feltétlenül Jézus együtt lépett be, de tudod, valószínűleg valahol ott belép. És a legnagyobb ünneplés, ott vannak a reflektorok, indul a zenekar, ott vannak az angyalok, cheerleaderek. Értem? Az egész életét Isten elleni lázadásban élte, és mindent megvetett, ami drága Isten szerint. És most ő a kegyelemnek a trófeája. Az egész örökké valóságban angyalok fogják nézni ezt a trófeát. Még ma velem leszel a paradicsomban. Egy másodperc nem merítkezett be, semmi jót nem tett, csak felkiáltott. Emlékezz meg rólam, Jézus, légy könyörületes velem, légy, amikor eljössz. Ha? Bang! Minden megváltozott. Az egész örökké valóság felborult. Hihetek, ez komoly. Ugye, ez ott van, a Biblia lapján oda van helyezve a keresztvesítése. Ez a kegyelem illusztrációja. És mindez számunkra van. Mindez számunkra, hogy ízlelgessük Isten hatalmas kegyelmét, és megértsük azt, hogy mi is a kegyelemnek a trófeái vagyunk. A kegyelem trófeái. Úgy értem, vannak ilyen nagy klubcsapatok, mint például a Pik Szeged,
nem ezt akartam mondani, nem a Barcelonát és a Real Madridot, de a PIK Szeged is, jó? Vannak ilyen klubcsapatok, és elmész a klubházba, és ott vannak kiállítva, így van, egy különleges helyen az összes nagy Sherlock kupa, trófea, amit nyertek, és rájuk van állítva az összes reflektor, és csillognak, villognak, mindenkinek a szemét vonza. Ilyen a megváltás. Ilyen az, hogy a kegyelemnek a trófeái vagyunk. És az egész örökkévalóságon keresztül Isten rajtunk mutatta meg a kegyelmét, és velünk demonstrálta a meg nem érdemelt jó indulatot, veled demonstrálta. És 1 Péter 1 azt mondja a 10. versben, hogy az ószövetségi proféták ezek után kutakodtak, amiben most mi élünk. 1 Péter 1.12-ben az angyalok pedig bele tekingetnek, nyújtogatják a nyakukat, hogy bele tekintsenek ebbe az üdvösségbe, ami megvan nekünk. Csak még egy-egy vers ehhez. Efézus 2, annyira szeretem. Efézus 2. Első verstől megy, és arról, hogy mennyire halottak voltunk vétkénken és bűneinkben, melyben jártunk egykor, levegőbeli hatalmasság fejedelme szerint, a világ folyása szerint, ama szellem szerint, ami az engedetlenség félben munkálkodik. És hogy teljesen elveszettek voltunk. És a 4. vers azt mondja, gyere velem, azt mondja, hogy de az Isten, hogy igen, nézd meg a Latort, vagy Latrot. Melyiket? Latort? Latrot? Létrát. Oké, nézd meg a Latort. Nézd meg Méfibósetet. Nézd meg, hogy a kegyelem nem egy folyamatot adott, hanem mindent megváltoztatott. És most, de az Isten. És így van, hála Istennek ezért a de az Istenért. De az Isten, ezt hallgass, Efézus 2.4, aki gazdag volt az ő irgalmasságában, az ő nagy szerelméből, melyen minket szeretett. Minket, akik halottak voltunk vétkénken és bűneinkben, kegyelemből váltattunk meg. Krisztussal együtt megelevenített, hallgass, Krisztussal együtt feltámasztott, Krisztussal együtt, vagy mennyei helyekre ültetett minket a Krisztusban. Igen. Milyen hosszú létramászás volt ez? Fú, ez nem volt könnyű. Egy élet kemény munkája, kemény engedelmesség. Ellenállni az összes bűnnek, az összes kísértésnek. Nem. Nem. Egy másodperc, amikor hittünk, feltámasztva a Krisztussal, és Krisztussal együtt mennyei helyekre ültetett. És a 7. vers a lényeg. Azt mondja, hogy megmutassa, ezt mondja, hogy megmutassa. Tudod, mit jelent ez? Hogy demonstrálja. Isten demonstrálni akarta veled és velem, hogy megmutassa az elkövetkezendő időkben, vagy ez azt jelenti egyébként, hogy korszakokban. Az elkövetkezendő korszakokban. Az egész, és aztán az örökkorban, az egész örökkévalóság demonstrálja az elkövetkezendő időkben az ő kegyelmének felséges gazdagságát. Hozzánk való jóságából a Krisztus Jézusban. Oké? Isten nem szűken vetett. Isten nem szűken szabott. Isten
nem, ahogy múlt héten mondtuk, nem Tesco gazdaságos volt. Jó? Hanem Isten így pong, ránk árasztotta az ő kegyelmének felséges gazdagságát, és ennek az egyik színe a megváltó kegyelem. Egy másik színe a megigazító kegyelem, a harmadik színe a megszentelő kegyelem. Egy negyedik színe a kegyelem minden helyzetre. Az ötödik színe a kegyelem a szolgálatra. Ami nem saját erőből, ez is kegyelem. Kegyelem! Ez ámulatos. Kegyelem! Ami azt jelenti, hogy ellátás. Nem elvárás, a törvény az elvárás. Így van? Üdvösségre törvény alatt elvárás. Szolgálatban elvárás. Megszentelődésben elvárás. Mikor az elvárásra fókuszálok, akkor nagy bajba kerülök a lelkemben. Mikor a bőséges ellátásra. Csak úgy, hogy bőséges kegyelme van az üdvösségben, bőséges kegyelme a megigazításban, bőséges kegyelme a megszentelődésben. Mit jelent ez? Ez azt jelenti, hogy a Jézus követésében minden egyes lépésben nem önmagam erőforrásaiból kell meglépnem azt, hanem Isten bőségesen adott kegyelmet rá, hogy megléphessem. Adott erőforrást, adott ellátást. Fú. Azt hiszem, hogy valakivel így ki kellene békülnöm. Valakivel a kapcsolatom megromlott. Tudom, hogy ki kellene békülni vele, tudom. Tudom. Tudod mit? Így vannak ilyen felismerések az életünkben. Így van? Vagy tudom, hogy ezt a bűnt, tudod, ennek csak nemet kellene mondani, vagy ezt a kapcsolatot, ami nem Isten szerint, vagy ezt meg kellene szakítanom, vagy tudom, hogy ezt kellene tennem. Oké? Egy. Már az is kegyelem, hogy megvan ez a felismerésünk. Tehát mindig, amikor ott van ez a felismerés, csak tud, hogy Isten kegyelme munkálkodik. Mert ez kegyelem. De Isten nem csak azt a kegyelmet adja, hogy felismerjem, hanem mikor felismerem, akkor az ő kegyelme ott van, de hitáltal kell belelépnem. Megvan, hitáltal kell belelépnem. De bőséges gondoskodása van ott, ellátása. Nem fogok oda menni, nem fogok kibékülni velőle, nem fogok kezdeményezni, nem fogok. Miért nem fogok? 5000 okból a fejembe, mert azt gondolom, hogy majd ő ezt fogja mondani. Tudod, mint a nyuszika, amikor megy, hogy elkérje a fűnyírót, így van? Tehát nem fogom. Oké, de állj! Megszentelődésünk az kegyelem által van. De ez nem azt jelenti, hogy nem kell belelépnem. Ho-ho-ho-ho-ho! Ez nem azt jelenti, hogy nem kell oda mennem különben. Ott lesz egy megromlott kapcsolat, ami csak nem dicsőíti az Urat. Az evangéliumot nem mintázza, példázza, így van? Az evangélium az az, hogy Isten fia eljött, hogy megbékéljünk ő vele, és békességet hozzon egymással is Efézus 2-ben. Akkor mi az, ami hiányzik? Szóval, hogy megértsem, hogy Isten kegyelemmel kövezte, bátran léphetek, ellátása van, minden félelmeim ellenére. Isten bőséges ellátást és gondoskodást adott, hogy megtegyem azt, ami ő szerinte való. És nem kell erőlködnöm saját erőből. Ugyanez igaz a szolgálatra és sok más területre. Oké, de nem akarok nagyon elmenni, lehet, hogy erről majd később tudunk beszélni. De a megváltás, a megváltó kegyelem. Oké, úgyhogy
Úgyhogy ebben örvendezhetünk, erről volt szó szerdán, hogy ne annak örüljetek, hogy a démonok engednek, hanem hogy a nevetek fel van írva a mennybe. Értem, minden reggel, amikor felébredünk, bőséges okunk van örömre. Szerdán mondtuk, mikor Pál apostol azt mondja, hogy örüljetek az Úrban, mindenkor ismét mondom, örüljetek, Filippi 4:4-ben. A harmadik verset úgy fejezi be, hogy Kelemen és a munkatársaimmal együtt, akiknek a nevük fel van írva az élet könyvébe. Írja, fel van írva az élet könyvébe, írja Pál. És odért, fel van írva az élet könyvébe. Örüljetek az Úrban, mindenkor ismét mondom, örüljetek. Oké? Okay? Lehet egy táncunk, Mirjámnak dala volt, lehet dalunk, a megváltásnak a dala, amit egyébként a mennyben ezt fogjuk énekelni, nem? Jelenések 5, a megváltás dala, a báránynak a dala. Ámulatos, ámulatos. És, ja, úgyhogy hála Istennek így a bőséges megváltó kegyelmi. És még hagyj érintsek egy másikat, és aztán beszélni fejezni. Így a megigazító kegyelmet. Jó? Megigazító kegyelem. Ami egy picit más aspektusa a kegyelemnek. Ez azt jelenti, hogy annyira igaz vagy, mint az Úr Jézus Krisztus maga, az ő igazságát nyerted, kaptad meg. A megigazító kegyelem, figyelj, ez észbontó, ez azt jelenti, hogy annyira igaz vagy, mintha soha nem vétkeztél volna. Oké? Okay? Mintha soha nem vétkeztél volna. Mintha soha nem követtél volna el bűnt. És ez az igazság, ez nekünk van tulajdonítva, ez az igazság az új természetünknek a része. Ezek vagyunk mi. 2 Korintus 5, 21. Azt, aki bűnt nem ismert, bűnné tette értünk, hogy mi az Isten igazságossága lehessünk ő benne. Oké, úgyhogy kétféleképpen élhetem az életet, és figyelj, ez fontos. Egy megváltott, nyomorult bűnösként, oké, vagy pedig tudod, szentként és igazként, aki valójában vagyok. Oké? És mikor erről beszélünk, a megigazítás, ez nem valami elmebeli játék. Tehát az, hogy na most kicselezzük, mind tudjuk, hogy nem vagyunk igazak, mind tudjuk, hogy nem vagyunk szentek. Most kicselezzük ezt azért, hogy jobban érezzük magunkat, és azt mondjuk, hogy hát Isten így lát minket, és nem, a Biblia ennél mélyebben beszél, egy új teremtésről beszél. 2 Korintus 5:17-ben arról, hogy új teremtések vagyunk a Krisztusban, és hogy ezek vagyunk mi valójában, és egy vadonatúj ember vagyunk, de még a régi testben. És ez a régi test, ez vétkezett és követett el bűnöket, és esendő, és gyarló, de szentek vagyunk, akik olykor vétkezünk, és nem bűnösek, akik olykor szentek vagyunk. Megvan? Vagy olykor igazak? Nem, szentek vagyunk. És minél inkább így tekintesz magadra, így tekintek magamra, így tekintünk magunkra, minél inkább meggyökerezünk így a megigazító kegyelem valóságába, annál inkább képesek vagyunk ebben az új életben járni, amit adott.
Mert nagyon nehéz ebben az új életben járni, hogy belül szüntelen küzdünk, hogy legyünk valakik. Ez olyan, mint az 1924-es párizsi olimpián, ott volt a Tűzszekerek film, Eric Little, aki a skót, később misszionárius, Kínába halt meg a hitéért a második világháború idején, de ő már hívő volt és futott, és olimpiai bajnok is lett. És volt az ellenfele, és azt hiszem, hogy a 100 méteres síkfutásnál az, ez volt, amit mondott, ez a szállóigévé vált, hogy 10 másodpercem van, tudod, arra, hogy bizonyítsam magam, hogy legyek valaki. 10 másodpercem van, hogy valamit itt letegyek. Ez a 10 másodperc. Ez egy nagyon bonyolult élet. És ez a világ gonoszsága és az elveszettség. De mi hívők is élhetünk így, hogy bizonyítanunk kell. Úgy érezzük, hogy valamit le kell tennem, azt mondom, valamit bizonyítanom, valakivé lennem, valamit tennem. Összehasonlítjuk magunkat. És ez annyi energiát elszív tőlünk, hogy a legvégén azt mondjuk, tudod mit? Nem is tudom, hogy akarok-e hívő lenni. De amikor nincs bennem ez, mert semmit nem kell bizonyítanom, mert 53-szor van az új szövetségben, hogy szent vagyok, hogy igaz vagyok. Úgy értem, nem kell a nevem mellé sorakoztatni, hogy okleveles mérnök, PhD-s, már úgy értem, és, vagy ezt és ezt csináltam, ezt és ezt, értem-e? Hanem Isten kegyelme mennyi helyekre ültetett, és megigazított engem. És én már vagyok valaki. Az ő fia, az ő gyermeke. Örökös, a királynak a fia. Akkor, hogyha fejezzük be ezzel, hogy ez az a megigazító kegyelem, hogy egyre inkább így megújul az értelmünk, hogy tudjuk így látni magunkat és egymást. Ez egy folyamat, ez egy megújul az értelmem. Megújul az értelmem, felszabadít abból, hogy állandóan belső küzdelmekben éljünk, és felszabadít bennünket erre az új életre, amire az elhívásunk szól. És ad nekünk egy olyan pozíciót, egy olyan magasságot, olyan minden más, a szellemi háború más, az életünk helyzetei mások. És a szellemi háborúban, Efézus 6-ban ezt mondja az ige, hogy öltsétek fel a megigazultság mellvértjét. Mit jelent ez? Annak a tudatosságát, hogy én igaz ember vagyok. Szoktad úgy érezni magad, hogy így zuhansz? Süllyedsz? Nekem így a sokszor volt ez a kép, hogy nem, de az én keresztény életem az olyan, mint amikor egy csónakba ülök, és mennék a vizen, már úgy értem, haladnék a csónakkal, de a csónak lyukas, és mindig megy bele a víz a csónakba. Ahelyett, hogy tudnék előre menni, mindig arról szól, hogy meregessem kifele vödörrel azt a vizet, ami belemegy a csónakba. Nem jutok sehova. Igen, lyukas a csónak. Igen, a páncél lyukas. Igen, ölts fel a megigazultság páncélját. Megigazult örököse vagy Istennek. Hitáltal fogadd el. Hitáltal fogadd el. Ez dicsőíti Istent. Hitáltal fogadd el. És
Ja, és ez kegyelem, kegyelem. Oké, úgyhogy én ezt szerettem volna így megosztani, biztos, hogy még szeretnék, vagy lehetne többet is, de hát majd folytatjuk. Oké, úgyhogy ja, fürödjünk meg ebbe, engedjük be a szívünkbe, merjünk gyengék lenni. Ne próbáljuk bizonyítani magunkat. Jó dolog, hogy kegyelemmel erősítessék meg a szív. Valld meg, ünnepeld bátran, valld meg. Tudom, hogy mi nem egy olyan gyülekezet vagyunk, aki így mindig megvallásokat mond. De azért az egyházszületemben sok hitvallás született, amit rendszeresen megvallottak. Amit ezzel akarok mondani, hogy nem rossz a megvallás, helyes a megvallás, jó a megvallás. Itt vannak ezek az igazságok, ezek az igerészek, amelyek mind erről beszélnek, tudod, valld meg őket, valld meg, és élvezzük ezt, élvezzük. Istennek a kegyelme olyan bőséges, kiapadhatatlan számunkra, és ez az, ami az életünkben, a megváltásunkban, a megigazításunkban, a helyzeteinkben, a szolgálatunkban, és a megszentelődésben, a kapcsolatainkban, és csak bőségesen el vagyunk látva. Úgyhogy emeljük fel a fejünket, jó? Emeljük fel, hogy ott a gondoskodás, mikor szembeállsz egy helyzettel, egy szituációval, sokszor könnyű negatív beállítottságúnak lenni, nem? Úgyse fog menni, úgysem fog sikerülni, úgy is így, úgy, amúgy. De várjál, Istennek gondoskodása van, felemelhetem a szemem, bízhatok ő benne. Oké? A kegyelem ott van. És amikor valami meg kell tenni, amit tudom, hogy helyes. Tudom, hogy ki kéne békülni vele, vagy tudom, hogy meg kellene keresni, tudom, hogy ezt meg kéne, vagy tudom, hogy helyes. Akkor ismerj fel, hogy ez már kegyelem, de nem csak erre van kegyelem, hanem ennek a meglépésére is. De ezt hitáltal kell meglépni. Hitáltal. Oké, tehát majd beszéljünk erről, ha az Úr adja, hogy a kegyelem és a hit kéz a kézben jár. A hit veszi a kegyelmet, a hit alkalmazza a kegyelmet. A hit nélkül van kegyelem. Oké, ma reggel, befejezem most már, ma reggel brinzát ettem, így van, mi az? Jutúró. Ott volt a jutúró, szlovák, mindig a szlovák a legjobb, nem? Már úgy értem ebben, mert ott vannak juhok. Jutúró, valami hegyvidéki kecske jutúró, nem jutúró. Ott volt a jutúró, ott volt a szelet kenyerem. Ültem, ott van a jutúró, kegyelemből, ott a kenyér, ültem, csak nem került rá a jutúró a kenyére, képzétek el. Nem. Minden el volt készítve, mindenki volt fizetve, minden ott volt. Minden. De csak úgy nem. Fognom kellett a kis kacsómat, meg egy kést, és nekem kellett. Na jó, ez nem munka, ez senki nem hív, ez hit. Oké? És ez fontos. Ugye a megszentelődésben. Tehát ez fontos. Hogy igen, a bőséges kegyelmet hit által tudom átvenni. Hit által tudok fürödni benne. Ott van, de fürödni benne. Így van, mint amikor ott van a medence, és puf, bele kell ugrani. Hit által. Azaz el kell hinnem, hogy ez tényleg így van, ez számomra van, ez van ellátása, van gondoskodás Istennek. Isten jó, ő gondolt rám. Oké? És ez jó, ez fontos. Hát adja az Úr, hogy majd még lépkedjünk ebbe, és hogy a Szent Szem tanítson bennünket erre.
Oké, úgyhogy ámen. Ámen. Jó, úgyhogy imádkozzunk, de mielőtt imádkozunk, imádkozzunk. Gyertek, imádkozzunk. Köszönjük neked, atyánk. Köszönjük azt, hogy te egy olyan jóságos Isten vagy, olyan hatalmas Úr vagy, olyan gondoskodó Isten vagy. Te gondoskodtál a bárányról, te gondoskodtál a bárány véréről, azt csak alkalmazni kellett. Te gondoskodtál a Szentírásra, a Szent Szellemről. Te bőségesen körbeveszel bennünket, és túláradó kegyelemről gondoskodsz minden helyzetben, minden szituációban. Köszönjük neked. Felemeljük a mi tekintetünket, rád szegezzük, rád nézünk. Atyám, az a vágyunk, az az imádságunk, hogy hagyj történjen sok szabadulás az életünkben, a gyülekezetünkben, a következő hetekben, hónapokban. Hogy a te kegyelmed, a Szent Szellem által munkálkodik köztünk. Bizony a néped vagyunk, és te bőségesen elláttál bennünket. Uram, nyisd meg a szemeinket, hagyd lássuk ezt, és aztán hagyd lubickoljunk ebben. Köszönjük, áld meg a további közösségünket, hogy együtt vagyunk. Hagyj épüljünk továbbra is. És hozz vissza bennünket jövő vasárnap, vagy szerdán is már, Uram, hozz vissza, és csak vezess bennünket itt a május hónapban, meg a június, július, augusztus. Olyan jó, Uram, hogy nem tennünk kell dolgokat, hanem valójában csak meggyökerezni, élvezni azt, aki vagy, és aztán te vezetsz bennünket arra, ami a te akaratod. Köszönjük neked, Jézus fiad nevében. Amen. Amen. Amen.